Köszöntöm nézőinket, Önök a Hévízi Televízió adását látják augusztus 4-én kedden. Ma is híradóval kezdünk, lássuk aktuális témáinkat. Megváltozott a központi orvosi ügyeleti ellátás Hévízen. Augusztus 1-től a már megszokott egészségügyi központ helyett a Keszthely városkörnéki orvosi ügyelet biztosítja a sürgős beavatkozást igénylő esetek munkaidőn kívüli ellátását a Keszthelyi Városi Kórházban. Az ügyeleti idő változatlan maradt. Változás történt a központi orvosi ügyeleti ellátás tekintetében Hévízen. Augusztus elejétől a Keszthely városkörnyéki orvosi ügyelet biztosítja a sürgős beavatkozást igénylő esetek munkaidőn kívüli ellátását a Keszthelyi Városi Kórházban. A vírushelyzet alatt is már átmenetileg összevonták a térségügyeleti szolgáltatókat. A megfelelő betegellátás fenntartása érdekében azonban szükségessé vált, hogy a rendszer a továbbiakban is így működjön. Azt látni kell, hogy és tudni kell, hogy a korábbi orvosi ügyelet a településre, így Hévíz városára is óriási nagy terheket rótt. Ez körülbelül 72 millió forintba került évente, és látva azokat a számokat, hogy egy orvosi ügyeletben, ami azt jelenti, hogy hétköznap délután 4-től reggel 8-ig, illetve hétvégén pedig 24 órában, körülbelül 6-6,5 ember jelent meg az orvosi ügyeleten. A kevés páciens mellett a betegségek súlyosságát is mérlegelték a döntéshozók. Már a vírushelyzet alatt is láthatóvá vált, hogy kevesebben vették igénybe az ügyeleti szolgáltatásokat. Az ügyeleti ellátás igénybevételére a sürgősségi ellátás esetei vonatkoznak, azaz, hogyha olyan betegséggel rendelkezünk, ami nem vár halasztást, tehát nem várhatja meg a másnap reggeli házi orvos felkeresését, valamint gyermekorvos felkeresését, illetve hétvégi időszakban vagy ünnepnapokon nem várhat a következő munkanapig. A változás december 31-éig érvényes. Az ősz folyamán az azt követő időszakról tárgyalásokat folytatnak majd. Az ügyeleti idő és telefonszám változatlan maradt. Hétköznapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén és ünnepnapokon pedig 24 órás orvosi ellátás vehető igénybe, Keszthelyen az Ady Endre utca 2 szám alatt a Keszthelyi Kórházban. Idén is rendszeresen szervez túrákat a Hévízi tó természetvédelmi területen a Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság. Ez a terület közel 60 hektár, ebből maga a tófelszín 4,5 hektáros területen fekszik. A túra során az egyedülálló növény és állatvilágról is kaphattak információkat a résztvevők. Maga a Hévízi tónak a vize is, majd megyünk a déli kifolyónál, az beleömlik a Kis Balatonba. A Hévízi tó a világ legnagyobb tőzegfenekű melegvizes gyógytava, mely környezetével és annak élővilágával együtt sajátos természeti értéknek számít. Ezt igazolja az is, hogy 1993-ban országos jelentőségű védett területté nyilvánították ezt a világon egyedülálló hidrogeológiai képződményt. A Hévízi tó természetvédelmi területet és annak kevésbé szembetűnő érdekességeit ismerhették meg azok, akik részt vettek a vezetett túrán. Élnek benne olyan elsősorban mikroszkópikus szemmel nem nagyon látható olyan élőlények, amik csak itt fordulnak elő, vagy az országban csak itt. Ezek mellett vannak látványosabbak is, mint például a tündérrózsák, aminek az jelentős botanikai kultúrtörténeti értékei vannak. A madárvilágon kívül persze, és aztán vannak sajnálatos módon olyan inváziós fajok, amik eredetileg nem ide tartoznak. Ezek ilyen trópusi jellegű növények, állatok, élőlények, amik azért vannak itt, mert ez a meleg víz, ez meleg ágya ezeknek a fajoknak. A vezetett túra a Festetics fürdőháztól a platánokkal övezett Schulhof sétányon haladt, ahol többek között a Nemzeti Parkról és annak jelentőségéről, tevékenységéről adott át információkat a természetvédelmi őr. Majd a véderdőbe tért be a csoport, ott a mocsár és láperdő dinamikája, majd a kifolyó mentén a már említett érdekes növény és állatfajok ismertetése volt terítéken.
A túrázók között akadtak olyanok is, akik szakértő szemmel vettek részt a programon. Biomérnöki tudományokból doktorálok, és ennek kapcsán érdekelnek az élőhelyek is, ökológiai szempontból, meg a konkrétan a növényfajok is, akik itt élnek, mert hasonló környezetben végzem a kísérleteimet. Ezt a területet még pontosan nem ismerem, de minden ilyen természetvédelmi terület nagyon érdekes és fontos. Már csak maga a terület, de ugye az élővilág, ami benne van, ezek mind nagyon különleges növények, állatok, rovarok, mindenféle élőlény van itt. Aki a mostani túráról lemaradt, az bepótolhatja egy legközelebbi időpontban. Az alkalmakról a Balatonfelvidéki Nemzeti Park hivatalos honlapján tájékozódhatunk. Tánc öröm címmel új programsorozatot indított a Hévízi Művelődési Központ. Csütörtökönként a Sétáló utcán, a Fontanamozi előtt a társas tánc rejtelmeibe vezetik be a járókelőket a nagykanizsai Eraklin Társas Táncklub tagjai. Hamar nagy tömeg gyűlt össze a Sétáló utcán a mozi előtti téren, amint felcsendültek a dallamok és feltűntek a színen a nagykanizsai Eraklin Táncklub Egyesület táncosai. Ezzel az új programsorozattal is a vidám hangulat megteremtése a cél, mondta el a Művelődési Központ igazgatója. Sok ilyen táncklub létezik a környéken, és azért gondoltuk, hogy ez egy nagyszerű bemutatkozási lehetőség nekik, hiszen nekik sem nagyon volt módjuk a vírus helyzet alatt fellépni, és hát nekünk pedig egy remek program az ide látogató vendégeknek, és most három alkalommal lesz az Eraklin Társas Táncklub, és utána terveink szerint pedig az intézményünk kereteiben működő szakkör fog bemutatkozni. Az Eraklin Tánc Klub versenytáncokat hoz hétről hétre az érdeklődőknek, szebbnél szebb ruhákban. Nem csak a profi felnőtt táncosok, de a legkisebbek is bemutatkozhatnak ezeken az alkalmakon. Standard és latin-amerikai táncokat hoznak el hétről hétre, meghatározott tematikát követve. Első alkalommal főként latin-amerikai táncokat láthatott a közönség. A latin-amerikai táncoknak a fő jellemvonása az, hogy igazából aránylag statikusan táncolják a táncosok egy helyben, tehát arra gondoltam, hogy a térben nem annyira haladnak, viszont ugye igazából a testnek a mozgása, ami látványos, ugye ilyenkor mindenki észre szokta venni azt, hogy csípőjük mozog a táncosoknak, a felső testük, a ritmusokat próbálják, hát kitáncolják azokat a ritmusokat, amiket hallunk, ezeket a latinos pergő ritmusokat. A vidám hangulatot bizonyította, hogy többen kedvet kaptak a nézelődők soraiból is táncra perdülni. Ha valaki lemaradt volna a programról, bepótolhatja, hiszen augusztus 6-án és 13-án 19 órai kezdettel szintén az Eraklin táncosai lépnek fel a mozi előtti téren. Folytatódott a Hévízi piacon az Ismerd meg a termelőt programsorozat. Szombaton a korosajtműhely szelíd állatai látogattak el a piacra. Az érdeklődők kipróbálhatták a tehénfejést, és friss tejet is kóstolhattak. Koros András nemesbüki sajtműhelyének gazdaságából hozta el borókát és bazsalikomot. A farmon minden tehénnek B betűvel kezdődő neve van. Nálunk szabadtartásban vannak, mindenkinek neve van, nálunk úgy jönnek be fejése, hogy név szerint jönnek be fejése, nem küldjük őket vágóhídra, tehát van már kettő tehenünk, akit például nyugdíjaztunk, aki 18 éves. A környékbeli gyerekek, családok örökbe fogadhatnak a gazdaság tehenei közül, a borjaknak pedig nevet adhatnak. Sok fiatal rendszeresen látogatja a négy lábú védencét. Pont született egy kis borjus, akkor ott törölgetni kellett, meg melegíteni, és olyan, nekem ez tetszik, és én azt arra döntésre jutottam, hogy én ha felnövök, nekem az az álmom, hogy ilyen tehánész leszek, és azt fogom csinálni, mint az Andrást. A Hévízi bemutatón Jersey teheneket fejtek, amelyek szeliden tűrték a gyerekek próbálkozásait is. Így, látod, és ott a tejcik. A termelői piac vezetője szerint az ilyen élményekkel lehet megismertetni, népszerűsíteni a helyi termelőket és a minőségi kézműves termékeket. Az emberek érdeklődnek, nyitottak iránta, érdeklődnek és szívesen nézik meg ezeket a bemutatókat. Én úgy látom, hogy ez egy jó ötlet, ez a,
az árusok és a vásárlók egymáshoz közelebb való hozása. Az Ismerj meg bennünket sorozat a következő hetekben folytatódik a hévízi piacon. A koronavírus elleni első csatát megnyertük. Most újra kell indítanunk a gazdaságot, hogy minden magyar visszatérhessen a munkához. A családokat adócsökkentéssel, a 13. havi nyugdíj visszavezetésével és a hiteltörlesztések felfüggesztésével támogatjuk. A kisvállalatokat kamat nélküli kölcsönökkel segítjük és csökkentjük a vállalkozók adóit. Töltse ki a nemzeti konzultációt. Mondja el, hogy egyetérte a gazdaság újraindításának tervével. A te országod, a te hangod. Készült Magyarország kormánya megbízásából. Most következő magazinműsorunkban elsőként stúdióbeszélgetést láthatnak Pap Gábor polgármesterrel, akivel a megújuló hévízi parkolórendszerről beszélgettünk. Két zónára osztották a várost, de a modernizáció jelenleg is zajlik. Ezt követően Talentum pódium rovatunk ismétlésében Hontvári Hanna hoz nekünk egy mesét, majd zenés kisfilmet tekinthetnek meg a hétvégén a termelői piacon zajlott nagy sikerű programról. Végezetül a Vagabond trió koncertjének egy újabb részletét láthatják, ők a keszthelyi Street Fesztiválon szórakoztatták a közönséget múlt héten. További tartalmas időtöltést kívánok! Köszöntöm nézőinket, mai Háttér című műsorunk vendége Pap Gábor polgármester, akivel a hévízi megújuló parkolórendszerről beszélgetünk. Köszönöm, hogy itt van. Köszönöm a kívást. Talán mondhatjuk azt, hogy a parkolórendszer átalakításának első üteme a nagy parkoló átalakításával és átadásával talán le is zárult, de összességében mit mondhatunk erről a modernizálásról, milyen koncepció mentén zajlik ez most a városban? Alapvetően a parkolórendszer átalakítását gyakorlatilag egy jó fél éve tervezi az önkormányzat, és akkor már döntéseket hozott, vagy több mint egy fél éve a képviselőtestület. A döntés az volt, hogy találtunk egy olyan rendszert, ami egy magyar fejlesztésű rendszer, és a világ számos pontján kiválóan működik. Ez egy több ütemben, hiszen ezeket a rendszereket, főleg ezt egy ilyen típusú modern rendszert rá kell szabni gyakorlatilag egy adott településre, és ott, ahol működik, ott nagyobb létszámú települések, tehát van, ahol például 500 ezeres településen működik, például Kínában, és kiválóan működik. Az alapvető problémánk az volt a meglévő rendszerrel, vagy a régi rendszerrel, amit a hévíziek tapasztalhattak, és mi is az elmúlt 10 évben is úgymond megörököltünk, hogy azok a cégek, akik ezt a rendszert üzemeltették, javították, szerződésben álltunk velük, ők már gyakorlatilag szinte elérhetetlenek voltak, a javítás rettenetesen nehézkes volt, nem tudtak alkatrészeket beszerezni, és még sorolhatnám a fennálló problémákat, és egy nagyon-nagyon egyszerű rendszer volt, hiszen csak pénzbedobással működött az egész. Azt is látni kell, hogy Hévíz városában 2018 késő ősze, amikor elkezdtük a Széchenyi utcának a felújítását, azóta nincs parkolási díjfizetés, a képviselőtestület így döntött, hiszen ezt követte a nagy parkoló felújítása is, még számos felújítás, és hát időközben pedig aztán jött ugye a vírushelyzet, a veszélyhelyzet, ahol Hévíz úgy szintén az elsők között volt, aki azt mondta, hogy nem kell parkolási díjat fizetni, de ez a helyzet most már vissza tudott állni, és első lépcsőben úgy, hogy te is mondtad, megfelelően természetesen úgy, hogy ezt a képviselőtestület végig kísérte és végig tárgyalta, új órák telepítettünk Hévíz városában, ezek az új órák már működőképesek, ezek már modern órák, hiszen SMS-sel fizethetünk, készpénzzel fizethetünk, applikációval fizethetünk és bankkártyával is fizethetünk. Ez
augusztus 1-től indult el, és ez magával hozott egy másik fajta díjszabást is, és várhatóan gyakorlatilag természetesen ezek az órás rendszerek tovább fognak bővülni, hiszen zárt parkolók is kialakulnak, ilyen lesz természetesen a nagy parkoló is, amíg újból sorompót fog kapni, vagy a Széchenyi utcán található újonnan épített parkolónk, illetve egy törekvésünk az is volt a rendszer átalakítása mellett, hogy újabb parkolókat találjunk, és parkolózónákat jelöljünk ki. Viszont a parkolózónák kijelölése az egy központilag alá kell támasztani egy úgynevezett tanulmánnyal, hogy igen, adott településen ilyen parkoló kiépítésére szükség van. Időközben ez a tanulmány is készül, ez e hónapban kész lesz, amelyik nagyon sok mindent fog vizsgálni. A tarifáktól elkezdve a zónák lehetőségétől, az új parkolóhelyek kijelöléséig, nagyon-nagyon sok mindent, ezt napokban biztos, hogy látni fognak, ahol olyan embereket, akik a közlekedést számolják, az autókat számolják, figyelik a közlekedési rendszert és egyáltalán. Szóval ez egy teljes megújulás, amit önerőből próbál az önkormányzat végrehajtani, és hát azért ez egy nagyon komoly összeg is, hiszen ez egy 200 millió forint körüli összeg teljes mértékében, mire az egész rendszer kialakul. Most beszélhetünk kvázi egy próbaidőről, és én azt gondolom, hogy év végére, amikor úgyis véletlenül október felé, és hát a turizmus alakulását is látjuk, hogy a szeptember-október még nagyon kérdéses minden egyes településen, gyakorlatilag ezt a 2-3 hónapot egy próbaidővel tudjuk átvészelni, levonva a tapasztalatokat, a tanulságokat, és akkor még mindig gyakorlatilag lehet alakítani, illetve azt a szoftvert, ami ezt működteti, lehet még adott esetben alakítani. Ugye jelenleg két zónára osztotta a testület a várost, ugye piros és sárga zónára, ez milyen szisztéma alapján került kialakításra, amit mondhatunk? Mindenképpen azt néztük, és már eredendően is, hiszen azért ez a tanulmány ez nem egyik napról a másikra születik, hanem levonva a tapasztalatokat. A célunk az, hogy a vendégek tudjanak parkolni a belváros közelében, persze külsőbb területeken is tudnak parkolni, de azért azt is látni kell, hogy Hévíz nem egy akkora település, ami ne lenne átsétálható gyakorlatilag, vagy egyik célpontból ne lehetne 5-10 perc alatt gyakorlatilag odaérni a megfelelő helyszínre, vagy a belvárosba, vagy a tóhoz. Olyan árkategóriát szabtunk, ezt is megnézve gyakorlatilag a környéket, sőt akár európai példákat is véve, ami egyértelműen mutatja, hogy egy középkategóriás árkategóriát szabtunk, és azért azt mellé kell tenni, hogy ezeknek a parkolóknak a kiépítése, akár beszélünk a nagy parkolóról, vagy akár bármelyik pontjáról a városnak, ezek jelen pillanatban, jelenlegi árfekvésben egy parkoló kiépítése, ahol törvényi előírások vannak, hiszen olajfogótól a vízelvezetésig egy csomó mindent be kell építeni, ugye mi azért zöld növényzetet is építettünk be. Én azt gondolom, hogy nagyon kulturált parkolóhelyeket alakítottunk ki, nem beszélve arról, hogy minden parkolónk védett, hiszen a kamerarendszerünk gyakorlatilag 24 órában figyeli. Ha ezeket a jelenleg meglévő állapotokat nézem, akkor ez a díjszabás, ez még a közép kategóriát se éri el, ennek akár a duplája is lehetne ez a fizetési rendszer, és hát látható mondjuk az elmúlt egy-két nap tapasztalata is, hogy a vendégeket ez egyáltalán nem riasztja el. Nem arra kellett törekednünk, és nem arra törekedtünk ebben a rendszerben, ebben a kialakításban, ami mondom még változhat bizonyos mértékben, hogy mindenképpen vendégbarát parkolót szeretünk volna, tehát egy minőségi parkolást biztosítunk mindenféle rendszerrel, a fizetési rendszerben, a kamerarendszerben és magában a parkoló kiépítésében, hiszen azért a nagy parkolót nézzük, ahol az elmúlt években, amit kiépített a város, közel 500 millió forintos pályázati forrásokból és egyéb más forrásokból, ott nem volt világítás, nem volt rendes zöld növényzet, egy káosz volt gyakorlatilag a parkolási rendszerben, nem volt vízelfolyás, nem volt olajfogók, és sorolhatnám, plusz oda teszem, hogy sétányokat is építettünk úgy,
hogy a nagy parkolóban nem csökkent a parkoló darab szám, azt hiszem 4 vagy 5-tel kevesebb, de összességében, ha a város nézzük, akkor is már jelenleg is bőven növeltük a parkolók számát, hiszen a Széchenyi utcán 52 darab parkoló volt, a Széchenyi utcai felső parkolóban, Visztoronynál ugye 62 férőhely van, plusz ugye meghagytuk az árukipakoló helyeket is, tehát ha ezeket a számokat összeadjuk, akkor sokkal több parkoló van, és még újabb zónákat is szeretnénk alapvetően kijelölni. Ugye jelenleg a piros zónában 400 forint a parkolás per óra, a sárga zónában pedig 300 forint per óra. Ön is említette, hogy egyes visszajelzések szerint, tehát van, aki ezt drágálja, és attól félnek, hogy emiatt nem fog jönni a vendég a városba, de nyilván egy másik aspektus szerint pedig nem cél az, hogy a vendég egy parkolóhelyet mondjuk napokig elfoglaljon, és kvázi letáborozzon oda. Illetve nem csak ez volt a nagyon nagy probléma, hanem a nagy parkolóban látható volt, hogy a korábbi bérletrendszer, amin úgy szintén változtattunk, és még alakulhat, az árán nem változtattunk, hiszen van még egy átmeneti időszak. Azt a döntést hoztuk, logikus döntést, és én azt gondolom, és a parkolóban dolgozóktól is, vagy üzlettulajdonosoktól is jöttek ezek a visszajelzések. Volt, amelyik nem erről szólt, de azt kell tudomásul venni, hogy én azt gondolom, és azt látom, és a vendég is ugyanezt látja, hogy a nagy parkolónak kell annak a központi helynek lenni, ahol a vendég tud parkolni. Az elmúlt napok is megmutatták, hogy a vendég kifizeti a parkolásért a díjat, akkor, amikor kulturált, védett, kamerás rendszerben tud parkolni. Az elmúlt időszakban mi történt? A parkolóban dolgozók, a parkoló üzlet tulajdonosai, és különben más helyekről bejáró, hévízen dolgozó személyek leparkoltak a parkolóba, és elfoglalták az egész helyet, és ezen közben pedig pont, hogy a vendégnek, nem a vendégnek nem maradt hely, és azért panaszkodtak az üzlettulajdonosok, hogy itt miért ezek az emberek parkolnak, mert sőt, volt számos esetben, aki felhívott, hogy hát itt nem tudnak parkolni vendégek, visszakérdeztem, hogy te különben hány autóval parkolsz a parkolóban, és kiderült, hogy ő 3-mal, mert ő is az alkalmazott, hogy ott parkolnak. Mondom, ha a saját vendégeid elől veszed el a helyet, akkor ne csodálkozzál azon, hogy a te üzletednél kevesebb optimális vevő, vagy lehetséges vevő fog sétálni, hiszen a sétányokat is azért építettük ki mind a két oldalon, szálltunk be nem kevés pénzzel egyéb más költségekbe is, az üzletektől átvettünk adott esetben költségeket is, ami vízelvezetéssel vagy szennyvízelvezetéssel kapcsolatos volt. Tehát én azt gondolom, hogy a normális gondolkodás és az alap gondolkodás ez. És ez nem jelentette azt, hogy továbbra is megőriztik azt a helyzetet, ami korábban is volt, hogy az üzlettulajdonosok kaptak egy bérletet a várostól kvázi ajándékba, hogy ők azért az ügyeiket el tudják intézni, és ezért nem kellett fizetniük. Ez lehet, hogy ez is változni fog, és lehet, hogy ez fizetőssé fog válni ez a bérlet, és más egyéb hévízre érkező, hévízen dolgozó pedagógusnak, bárkinek is, ugyanúgy meghagytuk a parkolási lehetőséget, csak a zónákat osztottuk fel. Én azt gondolom, hogy egy 3-400 méteres sétával egy parkolóban dolgozó ember, ha valahol le tud parkolni, de nem a nagy parkolóban, azt a 3-400 métert meg tudja tenni 2-3 perc alatt, és le tud sétálni a munkahelyére, és ugyanúgy egy jó parkolóhelyen parkol, ugyanúgy kamerás rendszerrel parkol, és bérlettel tud parkolni, mert meg tudja venni a bérletet is. Tehát ezeket a kategóriákat meghagytuk. Ráadásul erre az átmeneti időszakra, ha már akkor a parkoló árakat nézzük, akkor látható, hogy milyen árakon, ami egy nagyon-nagyon kedvező ár, tehát egy 10.000 és 4.000 forintos éves parkoló bérlet, hát bocsánat, nekem nem tudnak még egy ilyen települést mutatni, ahol ennyibe kerül, és igenis hévízen törekednünk kell a minőségi szolgáltatásra, és a minőségi szolgáltatást láthatóan a vendégek megfizetik. Ez nem csak a parkolórendszerre vonatkozik, azt gondolom, hanem minden egyes szolgáltatásra, legyen az kereskedő, legyen az gasztronómus, legyen az bármiféle más, és ehhez igazodik a parkolórendszer is. Én azt gondolom, hogy ez egy működőképes rendszer lesz, egy példaértékű rendszer lesz, hiszen mondom, még ennek lesznek fontos folytatásai,
És persze hát azt sem kell, bocsánat, háttérbe szorítani, azt is kell jelenteni, hogy az önkormányzatnak bevételekre is szüksége van. Kisarkíthatnám azt a témát, vagy kisarkíthatnám azt, hogy lehetne ingyenesen parkolni Hévíz városában, de akkor ez ettől a pillanattól kezdve munkahelyekbe, illetve emberek elbocsátásáról fog szólni. Mindenki tudja, és azt gondolom, hogyha reálisan nézi, látja, hogy milyen helyzet uralkodik ma Magyarországon és Európában, mind a munkaerőpiacon, mind a gazdasági szférában, és a gazdasági szférának a negatív oldala az csak most fog következni, Isten igazából, és Hévíz városát is nagyon sújtotta ez a gazdasági helyzet, úgyhogy nekünk is össze kell szednünk ezeket az átalakításokat, pontokat, racionalizálásokat, és bevételeket is meg kell próbálnunk generálni. Ezek a bevételek, és azt is tapasztalhatták már, bocsánat, hogy ezek a bevételek vissza vannak forgatva fejlesztésekbe, programba, marketingbe és egyebekbe. Tehát olyan dolgokba, ami újabb vendéget generálhat annak az üzlettulajdonosnak éppen, akinek most valamiért nem tetszik a 3 vagy 400 forintos parkolási díj, mert nézzünk végig az országban, nézzünk végig a világban, ez így működik. Van, ahol a város szélén lehet leparkolni 2 euróért, és be lehet közlekedni 2-3 kilométert. Természetesen ez mellett tervezzük azt is, hogy a helyi járatot el fogjuk indítani, tehát távolabbi magánszállásokon megszállók is adott esetben ne autóval jöjjenek le a város központba, mert ez is egy cél. Tehát nekünk az a fő célunk, hogy azok a vendégek, akik nem több éjszakára érkeznek Hévízre, azok találjanak a belvárosban parkolóhelyet, kulturált, modern parkolóhelyet, és ezért egy megfelelő összeget fizessenek is. Az látszik az elmúlt napokban, hogy ezzel az égvilágon semmiféle probléma van. Én azt gondolom, hogy a vendéget nem azzal üldözzük el, hogyha egy árérték arányban adunk egy megfelelő szolgáltatást, hanem azzal üldözzük el a vendéget, hogyha árérték arányban nem jó szolgáltatást nyújtunk, legyen az étterem, legyen az kereskedő, legyen az bármi más. Ez tudomásul kell venni, és ez a dolog ez így működik, és mindenki megtalálja, azt gondolom, ebben a kedvezményt. Ez nem egy szerzett jog, tehát azért azt tudomásul kell venni, hogy lehet, hogy hozzászoktak egyesek ahhoz, hogy mindenféle kedvezményeket összeszedünk, de ha most én nagyon kimennék és megnézném az adózási morált Hévíz városában, akkor nem biztos, hogy az élen lennénk ebben a rendszerben. Tehát az a fajta közösségi összefogás, az a fajta közösségi szellem, ami egy jelenlegi gazdasági és egy veszélyhelyzetben sújt egy települést, azt gondolom, hogy minimálisan mindenki, a polgármestertől a kereskedőig, a hévízi lakostól, nem is az, hogy összefogásról van szó, bocsánat, egy kollektív összefogás, egy tolerancia, és nem is egy tolerancia, nem csak egy toleranciáról beszélünk, vagy toleranciáról beszélünk, hanem egy normális működésről beszélünk. Mert az egyik oldalon pedig, ahogy mondtam, nekünk marketinget kell csinálnunk a városnak, vendégeket kell idehozni, be kell fejeznünk az autóbuszpályaudvar projektet, vagy el kell indítanunk a piac projektet, és hadd ne sorolnám, ezekhez anyagi feltételek szükségesek, és normális hozzáállás szükséges, mert ez fog több vendéget generálni a városnak, a kereskedőnek, az éttermesnek, és mindenkinek, a szálláskiadónak is. Ez egy körforgás, erről már többször beszéltünk ebben a stúdióban is, és más egyéb helyeken is. Én azt gondolom, hogy ezt valaki végig gondolja, és a kis egyéni érdekeit háttérbe szorítja, mert a közösségi érdek. Nyilván ezek összeadódnak. Így van, a közösségi érdek a fontos. A közösségi érdek az, hogy a városnak legyenek normális bevételei, a város tudjon programokat csinálni, a város tudja megőrizni a munkahelyeket, és a város tudjon működni. Ez mindenkitől jelen pillanatban áldozatokat, és ezt az áldozatot nagyon idézőjelbe tenni, mert nagyon-nagyon kis dolgokról beszélünk, de ilyen áldozatokat követel. Ez meg fog nyilvánulni a városi intézményrendszerben is, ahol ugyanúgy összevonunk munkahelyeket, még lehet, hogy munkahelyek is fognak megszűnni, feladatokat próbálunk átcsoportosítani, lobbizunk, hogy plusz forrásokat kapjunk. Tehát ez egy kollektív munka, amiben mindenki egy kis részét be kell, hogy rakja, én azt gondolom.
És nekem, mint polgármesternek és a képviselőtársaságnak nem az egyéni érdekeket kell néznünk, hanem a közösség érdekét, és én azt gondolom, hogy ebből nem engedek. Én személy szerint is lehet a polgármesterre azt mondani, hogy a polgármester most csúnyát művelt, mert beterjesztett egy ilyen parkolási rendszert. Hozzáteszem, hogy a képviselőtestre teljesen egyhangulag fogadta el, és még olyan vélemények is voltak, hogy adott esetben ez a díjat még tovább emelhetnénk. Ezt a tanulmány ki fogja mutatni, vélhetően megmaradunk ennek a díjazásnál, a bérletrendszer még alakulhat, árában új zónák is biztos, és természetesen megpróbálunk új zónákat kijelölni. Ilyen lesz a Széchenyi utcai zóna, ami a Kölcsey Ferenc és az Adi Endre utca közötti szakasz, az út mellett párhuzamosan, vagy a sportpályával szembeni szakasz is ugyanez lesz, és még keressük ezeket a zónákat. De kimegyünk ma a városban, akkor ugye még ingyenes zónákat is találunk, hiszen Tavi Rózsa utca, Helikon utca, Sugár utca, és még sorolhatnám még, azért vannak még olyan ingyenes megállóhelyek, parkolóhelyek is, vagy ha Egregyre valaki kimegy, ott is teljesen ingyenes a parkolás, kiépített parkolók vannak. Szóval én azt gondolom, hogy ha az egyéni érdekeket és azt a szűk szemléletet nem megbántva senkit egy kicsit tágítják, akkor én azt gondolom, hogy ez érthető és reális, és egy normális lépés Hévízváros önkormányzatától, és a várostól is, és a vendégektől különben nem kaptunk semmiféle panaszt, semmiféle negatív visszajelzést. Helyben van, akinek nem tetszik, hogy ő eddig adott munkahelyétől 3 méterre tudott parkolni, most 300 méterre fog tudni parkolni. Igen, az élet ezt hozta, és én azt gondolom, hogy a rend ezt hozza, és azt is láthattuk, hogy akkor, amikor nem volt parkolási rendszer, tehát fizetős rendszer, akkor azért elég káosz volt a parkolásban. Tehát ez egy rendet is szül. Így van, ez egy nagyon komoly rendet is szül, ezt tapasztalhatjuk a mindennapokban is, úgyhogy én nekem ezzel kapcsolatosan határozott a véleményem, de a képviselőtestületnek is ez volt. A nagy parkolóban természetesen még előjött az a kérdés, hogy az első óra ingyenességét meghagyjuk, vagy ne hagyjuk. Ez még egy kérdés, ez a tanulmány, ez ami most kidolgozás alatt van, nem mi végzünk. Ez meg fogja mutatni, hogy ennek van létjogosultsága, nincs létjogosultsága. Ezen még tudom módosítani a képviselőtestület egy rendelettel, és ez fog gyakorlatilag az elmúlt 1-2 hónapban kialakulni a tapasztalatok alapján, és ezeket is figyelembe veszi a tanulmány, és a képviselőtestület dönt, hiszen a szoftvert lehet ehhez állítani, de hát természetesen azért ez sem egy egyszerű feladat, amelyik cég ezt végzi, hiszen egy olyan szoftvert kell kialakítani, amelyik minden irányba befogadó képes is tudja kezelni ezt a rendszert. És hát összességében akkor elmondhatjuk, hogy mint minden téren, a parkolórendszernél is a minőségre törekszik a város, tehát a vendégek minőségi kiszolgálása a legfőbb cél. Így van, tehát egyértelmű, hát most én is megálltam a parkolóba, és kipróbáltam, tehát valaki fizethet SMS-sel, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag nem kell előre kifizetnie, hanem elindítja a parkolását, és amikor végez, akkor leállítja. Ha valaki azt a módot választja, hogy ő készpénzzel akar fizetni, akkor ugye előre fizeti ki, mert véletlenül tudja azt, hogy mennyi időt akar itt tartózkodni. Ugyanúgy bankkártyával lehet fizetni, applikációval lehet fizetni, sőt ez a rendszer azt is el fogja érni a végén, hogy akár egy távoli helyről érkezik valaki, és előre tud magának parkolóhelyet foglalni, tehát nem kell még azt sem megvárni, ahogy ideér és keresgesse, hanem pontosan tud magának parkolóhelyet keresni, és azt is még figyelembe kell vennünk, ami ugye az élet hozta a veszélyhelyzetnél, hogy jelen pillanatban a vendégszám csökkent. Hát ez egyértelmű, látjuk ezt a problémát az egész világban. A belföldi vendégünk megerősödtek, sokkal több belföldi vendég van, mint az adott bázis években. Tehát vannak ebben pozitívumok is, de összességében, hiszen a határok megnyitása, lezárása, átengedése, zónák megszabása, a külföldi vendég az jóval kevesebbé képzelni, tehát összességében nem érjük el ezt a létszámot, viszont a korábbi létszámokat, viszont azt is látni kell, hogy a vendégek 99%-a autóval érkezik. Mindenki szinte autóval érkezik, ezzel is számolnunk kell, ezért keresjük az új parkolóhelyeket, ezért készül ez a tanulmány, hol tudjuk ezt megvalósítani, milyen áron tudjuk ezt megvalósítani,
Úgyhogy ezek nem egyszerű lépések, illetve nem gyors, nem tudnak gyors lépések lenni, és a másik oldalon meg hát ezeket a parkolókat, ha újakat élünk ki, ezeket meg kell építeni. És ahogy mondtam, egy parkoló megépítésére törvényi előírások és szabályok vannak, különböző pontokon ráadásul egyre erősebb szabályok vannak. Ezt is meg kell oldani, szóval én azt gondolom, hogy teljesen jó irányba haladunk, és még egyszer hangsúlyozom, hogy a város közösségének, ámblok közösségének az élete az sokkal fontosabb ebben a dologban, mint egyéni, kényelmi szempontok figyelembevétele. És nyilván a bevételek pedig vissza lesznek forgatva, például új parkolóhelyekre. Például új parkolóhelyekre, vagy például munkahelyek megőrzésére, mert a várost fenn kell tartanunk, a várost virágosítani kell, a városban marketing kell, a városban programok kellenek, és hadd ne soroljam ezt a dolgot. Lehet persze kitalálni mindenféle butaságokat, hogy mennyien dolgoznak a városba. Én el tudom mondani a konkrét számokat, tehát én a polgármesteri hivatalt 2010-ben közel több mint 50 fővel vettem át, jelen pillanatban 33-an dolgozunk a hivatalba, és a munkánk az megtízszereződött, és az azt gondolom, hogy a város fejlesztésén is meglátszódik, és még tovább kell lépnünk, még tovább kell racionalizálnunk, még több munkát kell elvégeznünk, még több lobby tevékenységet kell kifejtenünk, hogy fejlesztési forrásokat hozzunk. Szóval én arra kérek mindenkit nagy tisztelettel, természetesen a kritikát, a jobbító szándékot, a véleményt, ezt mi mindig fogadjuk. Ezzel semmiféle probléma nincs, sőt végig is gondoljuk és megválaszoljuk, és ha olyan, akkor be is tudjuk építeni ebbe a dologba, mert ez a dolgunk. De a dolgunk az, hogy a város fejlődjön, legalább ezen a szinten maradjon, de inkább fejlődjön, és vannak kiszámíthatatlan kérdések, nem tudjuk, hogy mi lesz októberben, nem tudjuk, hogy mi lesz a vírushelyzettel, a veszélyhelyzettel, milyen határokat zárnak le és milyen határokat nem, hogy indulnak be az iskolák és hogy nem, és nekünk itt számos dolgot kell figyelembe vennünk, és megpróbáljuk, azt gondolom, és egyértelműen arra törekszünk, hogy a legjobb megoldást találjuk mindenki számára. Lehet, hogy egyesek számára ez nem a legkényelmesebb megoldás lesz, mert sétálni kell 3 vagy 400 métert, de én azt gondolom, hogy ezt az ilyen típusú áldozatokat meg tudja mindenki hozni. Arról nem beszélve, hogy gyakorlatilag, ha magánszállási kiadókról beszélünk, ha szállodákról beszélünk, ha üzletekről beszélünk, ezeknek az engedélyeknek a kiadása korábban is, meg jelen pillanatban is, ahhoz is kötni kell, hogy ő a megfelelő parkolóhelyet tudja biztosítani annál az egységnél, amit ő éppen üzemeltet. Erre mindenkinek fel kell készülni, és ez törvényi kötelezettsége is. Mi nem ebbe az irányba megyünk, hogy most ezeket büntetgessük, hanem megpróbálunk egy jó rendszert, működő rendszert kialakítani. Köszönöm szépen, polgármester úr, hogy a vendégünk volt. Köszönöm. Önöknek pedig köszönöm figyelmüket, viszontlátásra. Móra Ferenc alapján a kis bicebóca, rövidített változat. Sohasem felejtem el, amikor Pál Istók Peti, a kis bicebóca először kocogott be az iskolába. Lenhajú, búzavirág szemű, velem egyidős fiúcska lehetett. Mind a két hóna alatt mankó volt. Nem is annyira ment, inkább úgy ugrált a tanító elé, mint a veréb. Mit akarsz, fiacskám? Kérdezte tőle a tanító úr. Iskolába szeretnék járni, mondta bátran. Hát az édesapád miért nem jött el veled? Nincsen nekem sem apám, sem anyám. Elhaltak. A nagyapám vett magához. Telepedj be a kuckóba, úgyis ott van most a jó világ. Nagyon jó lesz. Mosolyodott el Pál Istók Peti, és meg sem ukkant az óra végéig. Akkor engedelmet kért, hogy ő neki ne kelljen hazamenni délben, mert messzire laknak. Maradni maradhatsz, fiam,
De hát enned is kellene ám valamit. Van mit ennem, s a ruhája fesléséből kimarkolt néhány szemkökényt. No, én nem szeretnék kökényt ebédelni, gondoltam magamban. Ebédkor kivettem a tálból egy lekváros buktát, és belecsúsztattam a zsebembe. Siettem vissza, hogy el ne hűljön. Ezt neked hoztam, bukta. Szeretem. Mosolyodott el Pál Istók Peti, és mindjárt bele is harapott. Ezzel a gyuszi is besompolygott az ajtón, és odaállt elébünk. Hoztam neked valamit, dobos torta. Egy másik fiú fügét hozott, a harmadik almát, a negyedik mákos kalácsot. Csak hamar úgy be volt terítve az egész patka, akár egy cukrászbolt kirakata. Ez mind az enyém. Mit csináljak én ezzel a sok mindenfélével? Azt hiszem, soha olyan jók nem voltunk az iskolában, mint azon a délutánon. 4 óra után egész falkában kísértük végig a kis bicebócát az utcákon. Got a bottle like you, but I gotta think twice.
Therefore I get my heart away, and I know all the games you play, I'm playing out too. All one needs a damn emotion to picking up my heart up on the floor. And when that love goes down with devotion, no need to be a strong man, baby, by the showing at the door. Well, I got the faith, the faith, the faith. I got the faith, the faith, the faith. River becomes an ocean before you draw my heart back on the floor. But baby, I reconsider my foolish notion. I need someone to hold me, but I wait for something more. When I got that faith, 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 I gotta have a faith, faith, faith. When I got that faith, 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 I gotta have faith, faith, faith.
yourself connected. Writings on the wall. But if your mind neglected, somewhere you might fall, somewhere you might fall. Köszönjük. She was more like a beauty queen from the movie scene. Said, I don't mind what you really mean. And I know. We will dance on the floor and around. She says, I am a woman who will dance on the floor and around. She told me her name was Billie Jean as he goes to see her. Return with eyes that dream to be in a one who will dance on the floor and around. I will dance on the floor and around.
we'll dance on the in a row. Suicide.
Köszönöm szépen. Csak menni, de bárhová. A napok óta rossz zene szól, összetörtem a rádiót. A blues a kedvem, de senki sem hangolt rá. Én akkor sem hívlak, a darabokra hullok szét. Régóta megvan a gyógyszer, a valami ég. A jég dupla viszkire, a két dózis egy helyen. Egy a társaság miatt, igen, egy, hogy jó napom legyen. Egy a rossz időkre kell, egy, hogy jól aludjak el. Már az ágyam is kemény, hideg, mint a jég a viszkiben. A sűrű füstön lárma is jár, a zongoránál egy hajnali sztár. A bal kezérén összegyűlik pár dohány. Egy szőke beáll a pult mögé, nevet rám, mint a sejteni. Azon viszem, ma túl leszek rajtad már. Én akkor sem hívlak, a darabokra hullok szét. De van tartásom. Tőled régóta megvan a gyógyszer, a valami ég. Jég dupla viszkivel, a két dózis egy helyen. Egy a társaság miatt, igen, egy, hogy jó napom legyen. Egy a rossz időkre kell, egy, hogy jól aludjak el. Na-na-na-na. Már az ágyam is kemény, hideg, mint a jég a viszkiben. Thank you.
A világjárvány idején Magyarország sikeresen nézett szembe a kihívással. Most készen állunk rá, hogy újraindítsuk a gazdaságot, azért, hogy minden család visszatérhessen a megszokott életmódjához. Segítsen nekünk biztonságosan újraindítani Magyarországot. Töltse ki a koronavírusról szóló nemzeti konzultációt még ma. A te országod, a te hangod. Készült Magyarország kormánya megbízásából.